azok számára, akik szakrális kereteken kívül szerették volna megtekinteni a görögkeleti templomot, azoknak Péfüzesi Zsolt görögkeleti lelkész, aki a két hetenként a szertartásokat is tartja, a Pánti Ildikó képviselő által szervezett városismereti séták keretében adott rá lehetőséget. A templomot megismertem, a történetét, hát nyilván most arra nincs lehetőség, hogy hosszasan recseteljem. Egy 1794-ben épült templomról van szó, barokk stílusban, de kezdetektől ortodox templomként funkcionált egészen az 50-es, 60-as évekig, amikor a görög lakosság eltűnt, asszimilálódott, vagy elköltöztek, és a templomban a liturgikus élet is. Ha nem is megszűnt, de egy minimálisra csökkent, évente egyszer-kétszer voltak szertartások, egészen addig, amíg a Arszéniusz metropolita ide nem helyezett engem. Amit még tudni kell rólam, hogy nem főállású pap vagyok, tehát nincs egyházközség, amelyik el tudna tartani, ezért mozdonyvezetőként keresem a kenyeremet, hadgyermek édesapja vagyok, három fiú, három lány, egy anyától, egy alomból, és hát életcélomnak tekintem, hogy ebbe a templomba, amennyiben rajtam áll, életet leheljek. A római katolikusok hallgatják ezt a műsort, nézik ezt a műsort, akkor ők jobban felismerhetik a szertartás két alapvető részét, a hittanulóknak a liturgiáját, tehát ahol a tanítás hangzik el, az evangélium, a dicséret, a másik pedig az, amit ők az eukarisztia liturgiájaként is ismernek, és mi is, mi anaforának hívjuk, ez pedig hát az áldozatnak a szertartás, amikor Krisztus utolsó vacsoráját, hát mint egy jelenbe hozzuk, nem megismételjük, csak a jelenbe hozzuk, és hát a szent áldozáshoz járulunk. Ezt énekkel, töménezéssel, egyéb látvány, hagyományos, nevezzük így, látványelemekkel tesszük érthetőbbé, mozgalmasabbá, kifejezőbbé, ami gyakran néha nem annyira érthető az első látásra vagy hallásra, de némi magyarázattal ez átirható. A lelkész 1975-ben született Debrecenben. Nős, hat gyermek édesapja, és egyébként a vasútnál dolgozik. Teológiai tanulmányait Egerben és Nyíregyházán végezte. Diplomát 2005-ben szerzett. 2021. januárjában szentelték diakónussá Belói Annisban, ugyanezen év májusában áldozó pappá Kecskeméten. Jelenleg Kecskeméten és Karcagon teljesít szolgálatot. Nagyon nehéz áttörni az ismeretlenségnek a falát. Hiába igyekszek megjelenni papírruhában, menni az utcán, hogy lássák, hogy van egyfajta élő cégéreként ennek a vallásnak. Mégsem olyan egyszerű. Érdeklődők vannak. Mindig jön egy-két ember, vagy 10, vagy 2, vagy 20. Nagyon darabszorikus. De visszatérő, vagy akik a hit iránt komolyabban érdeklődnek, még nem volt, de nem is várom el. A püspök azt mondta, 2-3 év minimum, amíg ez szárba szökken. Én pedig nem türelmetlenkedem. Karcagon 1794-ben fejezték be a Szent György templom építését, 1811-ben pedig elkészült az Ikonosztázion Nikolaos görög ikonfestő keze munkájának nyomán, amelyről tanúskodik az Ikonosztázionon olvasható görög nyelvű felirat is. Ami a templomban lévő ikonokat illeti, azok nem tökéletesen felelnek meg az ikonfestés kánonjainak, hiszen ezeket itt festették, többnyire Egerben, egy régi festőművész. Elhelyezte ugyan az ikonokon azokat az attribútumokat, kiegészítőket, amik szükségesek, de mégsem, tehát mégsem olyan, mint egy ortodox földön készült ikon. A keleti egyház viszont nagy hangsúlyt helyez a képtiszteletre. Nem a képet tiszteljük, hanem a képet megjelenítő személyeket, és hát ezt megharcoltuk a 9. században a képrombolás idején. Azóta a képtiszteletünk szinte elengedhetetlen része a szertartásnak, az ikonfalat lényegi elemként használjuk, és az ikonfalon lévő szenteket, elsősorban a Jézus Krisztust, az ő szentséges anyját, az Isten szülő Szűz Máriát, keresztelő Szent János, különös tisztelettel is tiszteljük, de mondom, az ikonográfiának szabályai vannak, tehát egy ikonfestő nem élhet szabadon. Van bizonyos szabadsága, de meghatározott módon kell kifejezni, hogy egy-egy szent vagy Jézus Krisztus hogy néz ki. Nincs olyan reneszánsz jellegű szabadsága, mint mondjuk Nyugat-Európában volt. Levéltári dokumentumok alapján elmondható, hogy a karcagi görög egyháztanács évszázadokon keresztül jó gazdája volt a templomnak. Szent György a tipikus katona szentek
egyike, prototípusa a katonaszenteknek. Sárkánnyal szokták ábrázolni. Hát szívesen kifejteném, hogy ez mennyiben legendás elem vagy. Nem, én hiszek benne, nem a sárkányban, hanem hogy ha elmennek egyébként Nyírbátorba, ott is van egy ilyen Bátor nevű herceg legyőzött. Kiment a nádasba és legyőzött egy sárkányt. De olyan közvetlenséggel mondja el a történet, hogy az ember csodálkozik, hogy csak egy ilyen csodás mozzanat van benne, a többi pedig olyan úgy mesélje, mint azt, hogy lenyomtam a kilincset. Azért, mert elképzelhető voltak akkor a gyíkok, amelyeket ezek a hősök én el tudom képzelni. Nem értek hozzá, nem vagyok benne járatos. De számomra ennek nem csak a szimbolikus mozzanata fontos, hanem a valóság tartalma is. Szent György vértanú halált halt, a martírium a számtalan elemet tartalmaz, különböző módon őrizte meg az egyház emlékezete. Az is lehet, hogy a személyében több szentnek az alakja gyúródott össze, ezért vannak különböző mártír legendák róla. Ettől függetlenül Szent Györgytől azt lehet megtanulni, én legalábbis ezt tartom fontosnak, hogy az ember és a kereszténység legyőzett vagy győz. Akár csak Jézus Krisztus. Hogy amikor mi meghalunk, vagy amikor a véletlenül meghalnak, akkor a kereszténység az úgy nem elbukik, hanem mint egy a kiömlő vér egyfajta maghintésként elterjeszti a kereszténységet. Röviden. Az orosz megszállás követően az egyházi életet korlátozták az akkori hatalmi szervek, így a templom néhány évtizedig nélkülözte a rendszeres egyházközségi életet. A rendszerváltozás óta a templom a görög, konstantinápolyi patriarcha fennhatósága alá tartozik. Az egyházat több néven is ismerik, magyarul görög-keleti, görögül ortodox, szláv nyelveken pedig pravoszláv